Hello. Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Ez az Oddworld Newentesti gameplay videója. Ő itt Éb, én Gera vagyok. Szeretném nektek megmutatni ezt a szerintem marha jó játékot. Röviden annyit a játékról, hogy az Oddworld Abe's Odyssey remake-je, ami a 90-es években készülhetett. Gyerekkorom egyik nagy kedvenc játéka volt, és nagyon megörültem, amikor a Newentestit is megláttam és játszhattam vele, és hát ha kedvet kaptok hozzá, ezért gondoltam, csinálok egy kis videót róla, és kövessük is Ébet a kis kalandjába, itt van kapunk egy kis kontrollleírást. De ez most nem fontos. Tehát a történet nagyon egyszerű. Egy másik galaxis, másik naprendszer, másik bolygóján vagyunk, ahol emberszerű lények sem élnek igazán. Még talán a mudokonok a legemberszerűbbek, aki az ődös fajtársaim. Itt pedig most Rapture Farmon járunk, ami egy étel előállító üzem, ahol látjuk is a mudokonokat dolgozni. Szegények Rapture-ban munkát végeznek itt, eléggé embertelen körülmények között, vagy mudokontalan körülmények között. Itt van Ébe. És íme itt vannak a glukkonok, mullak pontosabban. Mullak egy glukon, ő a górét, Rapture Farmon. Itt Ébe elmeséli, hogy ő is itt dolgozott, Rapture Farmon. Ahol a Meech Munchies például már úgy látom, hogy kifogyóban van. Hogy ő már... És akkor van a Paramite Pite. Paramite Pies. Ő a Paramite lényből szokták csinálni. Majd fogunk vele találkozni. És van Scrap Cake is, amit Scrabekből csinálnak. És mondom, sokára remélem, hogy Scrabbel is fogunk találkozni. És íme a Newentesti, a játéknak is a címe. De vajon mi lehet a Newentesti? Véletlenül pont a glukonok főgyűlésére nyerünk bepillantást, ahol bizony a profit csúnyán csökken. Szóval gazdaságilag nagyon-nagyon zuhannak a Rapture Farm vezetői, illetve az egész Rapture Farm. Ami szemmel láthatóan nem tetszik ezeknek a szimpatikus glukon teremtményeknek. De úgy látszik, megvan a terv. Megvan a terv! Mudokonyalókat csinálnak. Ébből és a barátaiból. Ez nem túl szép. De viszont már Ébe készült fel. És menekülnék el. Ne, az egy slig, és ilyen sliget üldözik. Na tehát itt is vagyunk. A játék első jelenete.
éppen ilyen apró trükköket lehet csinálni, hogy meg lehet szállni a buta sliggeket, és tudjuk őket irányítani bizonyos szintig. Utána megfogjuk és kirobbanthatjuk őket akármilyen stílussal. Szintén megszálljuk, szintén öngyilkosok leszünk vele. És hogy kiröhögi, mekkora fazon. Imádom. Imádom Abel, nagyon nagy fazon. Amúgy egy szimpla, mászkálos ügyességi játékról van szó. Akkor különböző megoldásokkal tudunk tovább jutni pálya adott részein. Például így. De hogy ne legyen olyan könnyű dolgunk. Még... Még a többi évet is ki kell szabadítanunk. Őket pedig így tudjuk kiszabadítani, hogy el kell vennünk egy olyan helyre, ahol itt a madarak körbe-körbe repülnek, és a varázsképességünkkel megnyitjuk nekik a... Jaj, nem ide akartam menni. A képességünkkel megnyitjuk nekik a kaput a szabadság fele. És akkor haladunk tovább, tudunk lopakodni is, tudunk gurulni is, na ez egy egész könnyű történet. És már ki is szabadítottuk őket. Na itt viszont már nem fogunk tudni varázsolni. Mert ez a piros robot, ez azért van. Viszont a játék adja magát, illetve ad lehetőségeket. Intézzük el a sliggeket. De kiröhögi, hatalmas. Na, akkor kövessetek, kis bareszok. És megyünk tovább. Megyünk tovább, menekülünk tovább. Ilyen megszállás lehetőséget látok. Nagyon sikerült is. Sokat zuhan. Szia! Ha-ha-ha! Okay.
kell nézni mindenhol, lehagyjunk sehol se, szerencsétlen. Meg a konfát. Jaj. Júj! Erre nem figyeltem. Na hát ezekkel a zaknákkal óvatosan kell bánni. Csak egyszerűen, amikor zöld, akkor kell rányomni. Follow me. Pont azért kell. Szerencsétlenek nem tudnak ugrani. Nagyon meg van egy gyakorlva. Oda bezzek be tudnak ugrani. Csak az aknát nem tudják átugrani. Szegény fejbe láttam.